akkor... Megy minden. Hare Krishna. Üdvözlöm mindenkit, és örülök, hogy újra itt vagyunk egy hét múlva. Egyet megnézem visszajelzéseket, hogy ti halljátok-e. Lehet csak így bologatni, mert látom a képet, a kamerát. Megy a hang, ugye? Oké, jó. Rendben, köszönöm szépen. És akkor első, amit szeretnék köszönetet mondani, akik kedvesek voltak, támogatták a missziunkat, volt a Balog Adrien, köszönöm szépen, Pinter István, Winkler Andrásné és Kis Szilvia, nagyon szépen köszönöm. Oké, fogunk most japázni, szokás szerint, először egy kört. Lehet, hogy elején még mondom, akkor közeledik május 22, nagyon jó, jó sokan leszünk, és jó legyen az időjárás, az fontos. És remélem, hogy jó, mindenki fog jó érezni magát. Oké, akkor most én lehalkítom a mikrofont, Kursasta Prabhu, vagy titeket, ne szóljon vissza, de majd valahogy jelez, hogyha akartok szólni valamit. Oké, itt a csapa, és elmondjuk a mantrákat. Remélem sokoknak, hogyha nem mindenkinél, de sokoknak már van japa, japa lánca. Mondjuk a mantrát, kezdjünk. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militaminata Smai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. És akkor figyelmesen próbáljunk japázni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na most valami történt itt a Zoom-mal. Kilépett nekem a Zoom. Na, már itt vagyok. Igen, igen. Jó, Hare Krishna. Csak nem tudom, most megy az élő, vagy nem megy az élő, de nem baj. Nem megy az élő a YouTube, Facebook. Nem baj, felvétel megy, az majd feltöltöm. Most nem fogok újra. Jó. Akkor japázunk. Oké. Jó, ti folytassátok, aki hol tart, én újra kezdek. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Krishna, Krishna Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Hari Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama 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 Rama, Hare Hare, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthapitale Shivarama Swami Tanamina. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthapitale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tanamina. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatyadishtare. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Látjátok? Oké, regisztrált a Zoomra, az itt van. Persze a többiek is megnéznek, mert vannak azok, akik regisztráltak, de nem tudnak a feladatok miatt, család, meg minden más miatt most részt venni, ezért persze felvétel lesz, de mi itt vagyunk veletek. Oké, akkor... Amikor kezdjünk az előadást, akkor mondjuk egy mantrát. Mindig előadás előtt megtiszteljünk a tudásszerzőt, hát aki nem persze, nem ő szerzett a tudást, de ugyanakkor... de Krishna Vasudev, Krishna, ő a te tudásszerző, és akkor neki ajánljunk tiszteletünket, hogy tudjunk megérteni, és tudjunk róla beszélni, egy jó lelki hangulatban leszünk. Akkor a mantrát háromszor fogunk mondani, lehet, hogy ti már sokan tudjátok. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Jó. Ma van harmadik
alkalom, Bhakta programnak. És most fogunk, ahogy látjátok, beszélni az Úr energiákról. igen, anyagi világról. És meg fogunk határozni gyakorlatilag ma, hogy mi hol vagyok, hol tartunk valójában. Ahhoz, hogy legyünk hogy tudjunk menni valamilyen cél irányt, akkor kell tudni, hogy én hol vagyok. Mi már tanultunk, hogy kik vagyunk, hogy mi lelkek vagyunk, nem vagyunk ez a test. Ma fogunk meglátni, hogy mi most hol vagyunk, és miért is hova kell menni. Ez a tudás egyébként úgy hívják, hogy Sambandha Gyan. Erről még ezzel a kifejezéssel még máskor is fogtok találkozni, aki köztetek fog majd folytatni, lesz lelkes, akkor majd ezt Sambandha Gyan, ez azt jelenti, hogy mi a kapcsolat, mi az anyagi világ, ki a lélek, mit jelent, hogy lélek, mit jelent, hogy Isten, és mit jelent, és mi a kapcsolat Isten és anyagi világ között, Isten és a lélek között, és a lélek és anyagi világ között a kapcsolat. Ma erről fogunk beszélni egy kicsit. Jó, akkor szóval. Mi vagyunk ebben az anyagi világban, és az micsoda, és az honnan származik? Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Ez azt jelenti, hogy Krishna azt mondja, hogy aham sarvasya prabhavo, minden tőlem ered, én vagyok mindennek az eredete, aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate, és én minden fenntartom, mert nélkülem nem tud semmi létezni. Ugyanúgy, ahogy csak Isten kivonulna, mi nem tud kivonulni, de kivonulna az anyagi világból, akkor ez szétesik. Az atomok is azért egybeállnak, tudósok, akik tanulmányoznak az atom struktúráját, akkor látják, hogy benne van elektronok, protonok, műzonok, sok minden más, de elvileg nincsen semmi ok, hogy egy atom egybe maradjon. Az annak igazából nincs megmagyarázhatatlan, erről mi egybe tart igazából, annak csak szét kell így szaladni, szét kell repülni, szét kell esnie, de mégis valamilyen erő egybe tartja ezeket az elemeket, és egy atomnak minősül. A védikus írások erre válaszolnak, mert Isten ő fenntartja még az atomot is. Hasonlóképpen, ameddig lélek benne van a testben, addig van valamilyen fenntartható újjáépülés, mondja, anyagcsere, szóval fel van tartva a testünk. Amikor van egy harmónia, mondhatjuk, egyensúly, mert azért él, amikor egyensúly megbomlik, akkor kezd jönni a betegség, és meghal. De amikor a lélek kilép, akkor ott rögtön felborul az egyensúly, akkor mi tudjunk, hogy még a sejtek is felborulnak, és bomlik minden. Szóval ugyanúgy a világ se tud létezni Isten nélkül, hanem ő rajta minden nyugszik. Igen, és ez fontos, ez a világ, ahol mi vagyunk, ez az anyagi világ, és Isten a forrása, aham sarvasya prabhavo, ez azt jelenti, hogy janmadi yasya etaha, Srimad Bhagavatamba, és a Vedanta Sutraba is magyaráz, hogy minden ennek az oka Isten. Igen, minden oknak az oka, sumum banum, ezeket a kifejezéseket ismerünk. Akkor jó, és mi ez az anyagi világ, miből áll ez az anyagi világ? Erről is beszél Krishna Bhagavad Gita-ban. Bumir apona lovajur kammano budire vacsa,
अहंकारं इति यम दीन प्रकृति अष्टदा कृष्णस्मिन् जो हूँ gyakorlatilag energiákból áll a világ, bumir elemekből, először beszéljünk, az elemek, a bumi, földelem, az a legdurvább elem, bumir, apo, víz, nala, tűz, utána jön a vájú, a levegő, kam, éter, durva, öt durva elem, és van három finom elem, manas, az elme, buddhi, intelligencia, és ahankar, hamis ego. Ezek a nyolc elemek állítják össze a világot. Még a mi testünk is csak abból áll. Hát lehet mondani, hogy lehet, de van vas, van, ami a Mendelejev táblázat, amit írta, a táblázatot összerakta a száz valamennyi elemmelből áll a világ. Igen, de az eredeti minden nyolc elemből indul, és utána majd vannak. Meg azok az elemek, amiről mondjuk a Mendelejev táblázata van, az nem az eredeti elemek, hanem azok atomok. És, és atomokat lehet tovább bontani, miből áll az atom. De ezek az elemek, amit mi beszélünk, föld, víz, tűz, levegő, éter és a többi, ezek eredete a összetevő világnak, és ezt nem lehet bontani. Egy nem erről levegőről van szó, amit mi lélegzünk, nem arról a tűzről, amit mi látjunk, nem arról a vízről, nem arról a földről van szó, amelyiken járunk, hanem most nem ez a téma, hogy ezeket az elemeket megbontjunk, majd egyszer részletezni tudjuk, csak arra el fog menni az időnk. De lényeg, hogy van az az a nyolc elem, és ez a nyolc elem, amit Krishna mondja, ez az anyagi energia ebből áll. Szóval anyagi világ, ez a apára prakriti. Alacsonyabb rendű energia. És akkor teremtődik, utána fel van tartva egy darabig, utána el van pusztulva. És ezért Krishna mondja, hogy igen, én energiából teremtek, az én energiával. És van kettő fő kategória energiának, mondja Krishna, van az egyik, ez a úgynevezett para, lelki energia, para prakriti, ez azt jelenti, hogy a felsőbbrendű energia, mi vagyunk a lelkek, mik a felsőbbrendű energiához tartozunk, és ebből az energiából van lelki világ, ahol van Isten és a lelkek, és van apara prakriti, alacsonyabb rendű energia, amiből áll anyagi világ, ebből az energiából alkotva van, és sok lélek beesett ide. Hogyan, milyen energiái vannak? Mert van egy ilyen felfogás, ami hibás, hogy Isten, ő magából teremti a világot. Ő volt egy Isten, mindenki tudja, de akkor utána ő világa vált, magából elkezdte teremteni, és akkor ő már nem létezik, mint egy egység, egy személyiség, mert benne van az egész világban, ő belőle lett. Ez hibás, mert Isten sose változik, lélek nem változik, felső lélek. Ezt a filozófiát ismernek sokan, úgy mondják, hogy Brahma Parinama Vada, Isten megváltozott. De itt most, amit olvastunk, és mindjárt fogunk tovább egy kicsit nézni egy idézetet, hogy Krishna azt mondja Bhagavad Gita-ban, hogy az én nem én belőlem lesz a világ, hanem én tőlem jön, én kibocsájtom az energiákat, és ebből az energiákból lesz anyagi világ. Ezt úgy hívják, hogy
Shakti Parinama Vada, Su Shakti, az azt jelenti, hogy energia. És Shakti Parinama Vada, energia változik, Isten sosem nem változik. Jó, ez egy fontos, nagyon fontos alapelv. Másképp, hogyha itt nem lesz tiszta, akkor mi nem fogunk tudni jól fejlődni. Oké. Igen, és akkor a következő a versbe olvasunk, ez a Svetasvatar Upanishad, Parasya Shaktir Vividaya Shruyate, Sabaveki Gyana Balakriyacha. Hogy Istennek van sok energia, és az ő energiái különlegesek. Nem olyan energiái, mint a nekünk. Nekünk is van energiánk, mi is tudjuk valamit csinálni, de az ő energia nagyon különleges, mert nézzünk csak. Szabáviki. Az azt jelenti, hogy önállóan tud működni. Önállóan működik. Szabáviki. Gyána, tudással rendelkezik ez az energia. Bála, erő. Van hatalma, fel van hatalmazva. Bála. Kriya, kreatív, tudja kreálni, teremteni. Szóval ez az ő különleges energiája. És akkor ebből az energiából gyakorlatilag van teremtve az egész világ, az összes bolygórendszerrel, összes univerzum, sokkal több, rengeteg univerzum van. Hát, hogyha mi fogjunk egy, mondjuk, képzeljétek el, hogy van egy krumplis zsák, és az tele van mustármaggal. Hát ez mennyi? Hát nagyon sok. Hát ennyi van a hatyiákból és a energiából. Tovább, amit mond Krishna, Bhagavad Gita-ba, Mai Sarvamidam Prutam Sutre Mani Ganaiva. Ó, ez 18, ez nem tizedik. Szerintem ez a hetedik vers. Ez a hetedik fejezet. Igen, igen, ez nem jó odaírva van. Hogyha valaki jegyzetel, akkor nem oda. Itt arról van szó, hogy és amikor van megteremtve, Srimad Bhagavatamban nagyon jó példa van, hogy hogyan energiából Isten teremti. Ugyanúgy, mint a pók. A póknak az alapanyaga, amiből hálót szövi, ő kibocsátja, ő tőle jön ki, és akkor ez az ő energiája, akkor ő ebből meg tudja teremteni egy nagy hálót, és akkor bármikor össze is tudja csomagolni, menni tovább. Ugyanúgy Isten, ő belőle árad ki az energiái, ami által van teremtve az anyagi világunk. Igen, és van világnak négy korszaka. Ez a négy korszak, amit látjunk, ami mindegyiknek van egy élethossz, vagy szakasz évekbe. Van Satya Yuga, ez az első korszak, amikor a teremtés történik. Ott általában jámbor emberek élnek, nincsenek bűnösek, csak szentek, jógik. Nagyon képzeljétek el, nincsen veszekedés, háború, lopás, meg ilyenek. Akkor ez 1.728.000 évig tart, aztán utána jön a Dvapara Yoga, ami már jelenik meg egy pár bűnös ember, nem annyira vészes, ezzel 1.296.000 évig tart, utána van, az volt a Treta Yoga, utána jön a Dvapara Yoga, ami ha 864.000 évig él, vagy tart, és ez körülbelül fele-fele, a jámbor és a bűnös. És végül van a Kali korszak, a Vas korszak, Kali Yoga, a sok minden veszekedésnek, félreértéseknek,
betegségeknek, koronavírusoknak a korszaka, ami 432 ezer évig tart. Ugye ezeket összeadjunk, az egy ilyen ciklus, a négy korszakból, az 2.770 ezer. Ez csak egy ciklus, utána csak egy részleges, pici részleges pusztítás van, de aztán megy újra szatya jóga, és akkor ez így mind körbe megy mindig, körbe, 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 körbe. A Kali Jugának a vége eléggé rossz hangulat, mert ateisták lesznek emberek, betegek, veszekednek, verekednek, háború, mindent. Szóval mérgeznek magunkat, tele van óceán műanyaggal, és akkor sok minden. Szóval nem egy jó időszak. Igen. Na most megnéztünk körülbelül, így, én most nem hoztam az egész, mert van ilyen többször posztítás, és akkor van vízözöm többször, van részleges posztítás az egész összes anyagi világnak, összes anyagi univerzumnak, van globális pusztulás és újrateremtés. Az azért történik, mert vannak lelkek, akik akarnak külön Istentől élvezni, próbálnak Isten lenni, igazából ebben a világban minden lélek azért kerül, mert ő akar Istenre válni, ami nem lehet. És mivel mindig lesz olyan lélek, aki ezt szeretne, mert végtelen lélek létezik, azért mindig lesz ez a világ. De a bölcs lelkek, akik megértették, hogy fú, ez itt nagyon rossz itt, vagy beteg, vagy meghalok, vagy meghalnak, akit szeretem, ez tiszta fájdalom, akkor kezd kutatni, keresni, és a tudás által megérti, hogy ez nem az otthona, hanem a otthona lelki világban van, ahol nem kell elválni, akit szeret, ahol nincsenek betegségek, ahol nincsenek veszekedések, ahol csak a szeretet van. És akkor védek, ezt tanítják, a bhakti yoga adja tudást, és adja gyakorlatot is, hogy hogyan lehet visszaépíteni a elfelejtett szeretetünket. Oké. Most akkor mi beszéltünk veletek, hogy van Isten, van anyagi világ, van dzsíva, itt van Isvara, ez az Isten, kapcsolatban van Prakritivel, anyagi világgal. Prakriti és dzsíva között, dzsíva ez a lélek, Prakriti ez az anyagi világ. Szóval itt látjunk most, hogy van egy kapcsolatok. A Isten és az anyagi világ között, Isvara és a Prakriti között egyirányú a nyíl. Ez azt jelenti, hogy Krisnát sehogy nem befolyásolja az anyagi energia. Nem, nulla. Nincsen opció. Egyirányú hatás. Csak Krisna tud hatni anyagi energiára, ő kontrollálja tökéletesen 100%-ba, anyagi energia nem tud semmit vele tenni. Ezért itt látjuk, hogy egyirányú a dolog, a Prakriti, és ez a kapcsolat, ami által van, itt látjátok, ez a Kala. A Kala az azt jelenti, hogy idő. Mindjárt próbálok nektek. Már futott tovább, de nem baj. De tudok így mutogatni, látjátok? Ez a Kala. Idő. Idő, ez is egy energia, és idő által Krisna kontrollálja az anyagi világot. Na most, az anyagi világ és a lélek között, ugye dzsiva, lélek, Prakriti anyagi energia, anyagi világ, közöttük a kapcsolat olyan, hogy először a dzsivának a nyíl megy az anyagi világ felé, mert akarja élvezni, kihasználni. A anyagi energia azonnal hatással van, reagál a dzsivára.
Szóval kap vissza hatást. Rögtön. Itt semmi nincsen olyan tett, melyiknek nem lesz a reakció vagy következménye. És ezt a kapcsolatot úgy neveznek, hogy karma. Karma által van kapcsolat anyagi világgal, és gyakorlatilag a dzsíva lélek szeretne kontrollálni anyagi világot, de igazából ő csak élvezni próbál, de az anyagi világ teljesen kontrollálni kezd dzsívát. Teljes kontroll alá veszi. És ez a probléma, de annyira kontroll alá teszi, veszi, hogy dzsíva elfelejti, hogy én lélek vagyok. Ugye most nekünk így ebbe elhinni az már nagy dolog, hogyha csak elhiszünk, de elképzelni már nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy lélek vagyok. Ez a anyagi energiának a hatása. Akkor utolsó oldal a háromszögnek, ez a dzsíva és Isvara között, Krishna között. Általában nincs annyira kapcsolat, mert ez, hogy mondjuk, akarat, ez vagy tud lenni, vagy nem tud lenni. Mindig van persze, Istentől mindig van egy kapcsolat, de úgy, mint viszonyok, az nem nincsenek általában, mert dzsíva el van foglalva az anyagi energiának az élvezetel, akkor minden milyen Isten. Csak egy ilyen címerekben, hogy igen, én vallásos vagyok, de amúgy nem tartja be semmit. De kapcsolat lehet, hogyha az élőlény kezd szolgálni az Urat, lélek, Úr, akkor fog rögtön viszonyulni. Ezt a kapcsolatot neveznek bhakti. Bhakti azt jelenti, hogy szeretet. Bhakti jóga, gyakorolunk. Nekünk most nincsen ez a szeretet, de mi már gyakoroljuk ezt a szeretet odaadás jogáját. Ez a kapcsolat dzsíva és Isten között. És védelt magyaráznak, hogy na ez, ami fel kell építeni, mert amikor ez felépül, akkor visszarakjunk, akkor ez megszűnik. Akkor karma megszűnik. Még hogyha használja is anyagi világot a dzsíva, de ő Isten a szolgálatába használja, ilyenkor nem teremti karmát. Ez egy fontos megérteni való igazából, egy alap, amit nekünk meg kell tanulnunk, és erre a tudásra építeni a lelki utunkat, akkor tudjunk szépen haladni és fejlődni. Szóval ez egy alap. És gyakorlatilag, hogyha én ennyit is terveztem, kis adagot, mert aki még nem tanulta ezt, nem hallotta, akkor lehet, hogy nehéz is hallani erről, sok. Ezért ez a mennyiség információ elég. Inkább, hogyha felmerültek kérdések, akkor kérdezzünk, jó? Itt van a kérdések. Én a mikrofont kapcsolok, hogyha nem tudom, már szóltatok-e. Nincs kérdés? Jó. Nem probléma. Jó, hát én mindenféleképpen örülök, hogy itt vagyunk veletek. Várunk akkor benneteket 22. Ó, igen, jövő héten lesz 24, ugye? Nem, 14. Úgyhogy jól nézem. Várjátok most. Ma van 6, igen, 14. Akkor egy hetet ki kell hagyjunk. Sajnálom, mert Sivarama, ki ismeri Sivarama Szvámit? Itt lehet, én most látom benne. Nagyon jó. Neki megyek segíteni, fogunk
fogok neki pont egy ilyen élőt csinálni, amit most magamnak én csinálom, de Sivaram Swami az én lelki tanítómesterem, neki fogok élőt, kérdezd Swamitől. Az lesz. Hány órakor este? Ja, és akkor úgy lesz, hogy először angolul, vagy fordítva, de lehet, hogy először magyarul lesz, egy órás, utána fél óra szünet, és utána angolul. Egyszerre este kettő forgatás, vagy nem is forgatás, hanem közvetítés lesz. És akkor azért ott lehetne részt venni, emiatt nem fogok tudni csütörtökön veletek részt venni, de jövő héten, utána következő héten találkozni fogunk, és szent névről beszélni, japázni fogok. Jó. Igen, Kurusesta Prabhu. Közben érkeztek kérdések Bhakti Pártról. Aha. Ilyen praktikus, gyakorlatias kérdések, hogy az első kérdés, hát összefügg, minden kérdése e köré fonódik. Hogyan a legjobb mantrázás közben levegőt venni, mert nagyon sok idő elmegy bele? Hát amikor foglalkozok, hogy kell levegőt venni, amikor japázok, akkor nem tudom, hogy kell venni levegőt. Valahogy nem foglalkozok ezzel, mert már sok ezek gyakori kérdések, és sokféle válaszok vannak, valaki négy mantránként, valaki három mantránként. Én nem tudom én, hogyan csinálok. Nem valahogy nem figyelek. Mert emlékszem, amikor próbáltam figyelni, akkor megzavarodtam. hogy mikor, hogy lélegzek. Jó. Hát nem egy jó válasz, bocsánat. Lehet, hogy egyéni. Igen, még van? Hát a másik kérdés is így a légzés technikával kapcsolatos, hogy nekem is nehezen megy, kifulladok közben. Mi a jó technika? Aha. Na, nézzünk csak. Megpróbálom most. Figyelek, hogy mi történik. Pár mantrát mondom, és akkor megnézzük. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Akkor csak lélegzek. Most kettőt mondtam, már szívtam a levegőt. Úgy látszik, hogy kettő-három mantra. Ha valaki lassabban mond, lehet, hogy egy mantra. Akkor, igen, és akkor lehet, hogy nem telenyomom a tüdőt, hogy ne fél órát belégzést csináljak. Amúgy tudjátok, hogy pranayama szerint is a belégzés az rövidebb kell, hogy legyen, mint a kilégzés, az az egészséges. Jó, hogyha kétszer olyan rövid. Ez nem jelenti, hogy mindig kifolyjon kétszer több levegőt, mint belélegzek, de valahogy, na még egyszer, jó? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jó, így. Beszívom gyorsan. Lehet orral, általában jobb az orr, valamikor szájjal, orral azért egészségesebb. De szemére, itt nincsen szigorú szobája a légzésben. Jó, más? Igen, következő kérdés. Erika kérdezi, hogy ha valaki most nem tud menni május 22-én, akkor lesz-e még később látogatásra lehetőség? Igen, lesz van terve, mert számítottunk arra, hogy nem mindenki fog tudni jönni, és lesz, most májusban fogunk ezt is hirdetni, természetesen. Igen. És igen. Hát most napokban, megmondom, nem tudom, hogy ezt mondtam már, de írni fogok Sivaram Swaminak, hogy jövünk, hát ha tudjunk vele is találkozni. Meglátjunk, hogy
az ő ritmusa hogy fog a feladatai miatt, de szokott jönni, találkozni. Júniusban, hogyha júniusban megyünk, akkor majd megnézzünk. Június, július, augusztus, szeptember, ezek a három hónapok esélyesek arra, hogy találkozni. És lehet jönni, aki most jön, lehet jönni utána. Egyet szeretnék mondani, hogy most mazban fogunk lenni, sajnos, mert mi is követjünk az álomnak a törvényeket, szabályzatokat. Én nagyon sajnálom, de ez a törvény most. Vártunk mi nagyon, hogy legyen, hogy lesz nekünk Krisna völgybe fesztivál május végén, az is csak online csináljuk, pedig mi minden májusban szokott lenni egy nagy fesztivál, ahol több százan szoktunk összejönni, és nagyon jó program van, de most nem fogunk, csak azért, hogy ne feszítsünk államnak a kapcsolatot, még minden, ezért zárt körül rendezvény lesz még a minden budapesti szerzetesek számára, mindenkinek, sajnos. Nem baj, egyszer. De én mindig örülök, hogyha mazba, de hogyha mi személyesen találkozunk. Én tapasztaltam sokszor a koronavírus, vagy mi ez, karantén alapján, hogy nem ugyanaz így kommunikálni veletek, ugye itt a monitor, azért ide nézem sokszor. Hogyha azt gondoljátok, mikor rátok nézek, akkor kamerában nézek, de akkor nem rátok nézek, csak én rátok nézek, mikor ide nézek. Szóval nem ugyanaz, amikor személyesen találkozunk egyáltalán. Ja. Oké, más kérdések? Igen, Réka szeretne kérdezni valamit. Uh-huh. Ki kell hangosítani. Most hallani? Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a holnapi böjtöt hogyan lehet, mikor lehet megtörni, mert mi az tulajdonképpen, hogy megtörni a böjtöt? Ja, böjtöt megtörni. Hogyan, vagy mikor? Hogyan, meg mikor, a holnapi? Igen, holnap lesz egy kádasi. És mindjárt mondom, mi a neve egy kádasinak. A Marutini egy kádasi. Aki nem tudja, akkor egy pár szót mondom, hogy vannak. Hát igazából YouTube-on meg lehet keresni, én tartottam róla egy jó bőv előadásokat, hogy ez mit csinál. Van ilyen rövid videók, amit egész évben vagy másfél évben mindenről beszéltem, egy kádasiről, és van hosszú előadás, ahol pontosan megmondom. Ez a új holdnak és a teli holdnak a 11. nap fázisa. Szóval új hold után 11. nap, vagy teli hold után 11. nap. Egy ilyen fázis, amikor érdemes valamilyen szinten böjtöt tartani. Mit jelent, hogy valamilyen szinten? Különböző szinten lehet. Aki bírja, és szervezete erős, és nincsen túl sok toxin, és nincsen betegsége, akkor lehet száraz böjtöt tartani. Aztán, aki nem tudja, akkor lehet csak vizet inni ezen a napon. Hogyha valaki nem tudja, akkor lehet inni csak gyümölcsleveket. Hogyha valakinek ez is kevés, akkor lehet enni gyümölcsöket. Hogyha kevés, akkor lehet enni főtételeket, de hüvelyek és a gabonán kívül. Az fontos, hogy akkor azokat nem eszünk. Erről majd, igen, javasolok megkeresni. Lehet, hogy megkérhetünk Kurusesta Prabhut vagy Ágit, hogy YouTube linket küldjen az e-mailbe. Jó? Arról az ekádásiről. Ott bőven. Akkor hogyan kell? Az ekádási kezdődik, tudjátok, a nap, új nap nem éjfélkor kezdődik, hanem másnap
amikor neki már másnap, de védikusan 4 óra, hajnal 4 óra 30-kor kezdődik a új nap. Egy világos napsüt. Opa, visszajöttem valahonnan. Szóval, és akkor 4.30-től kezdődik a bőtölés, és másnap tart egy bizonyos holdnak a fázisában, meg most nem megyünk bele az asztrológiai terminológiába, de van egy hold fázis másnap reggel, amikor fontos abba a kis intervallum időben megtörni. Megtörne bőtöt. Szóval ez a bőt megint lehet, hogy valaki csak nem öved hővelyeket és a gabonát. A megtörni, ez azt jelenti, hogy akár csak egy kis morzsát, gabonát, kis kenyér, morzsát, valami pici dolgot, és akkor hát vagy mondja ezeket a mantrákat, amit tanultunk, Nama Om Vishnu Padaya és a többi, vagy legalább mondja a Hare Krishna mantrát végig, vagy csak Hare Krishna, aki hogy érzi, hogy ő mennyire akarja belemenni, és akkor jobb kézzel megtöri az ekádasit. Erről mostanire tudok mondani megtörés időpontot. Az lesz 5 óra 16 és 10 óra 12 között. 5 óra 16-tól 10-12-ig. Akkor szombaton, ugye holnap ekádas, és szombaton meg lehet törni. Ez egy javasolt gyakorlat, általában a Krishna hívők mindenki tartja. Van sok magyarázat, valaki régen mondták, hogy akkor minden karma megy bele a gabonába, és akkor ember eszik a gabonát, akkor karma teszik. Én a szentírásokban erről nem hallottam, de amikor kezdtem gyakorolni, akkor ezt tanították, akkor így, amikor így, gond, így hallja valaki, akkor gyorsan nem eszik ezen a napon. De lehet, hogy ez is van, de sok minden más is van, miért ez történik, de főleg az elmének, a tudatoknak, tudatunknak pozitív hatása van, de a legfontosabb a lelki hatása van, ekádási, mert hogyha valaki csak úgy bőtölított, az jó, de ekádási bőtölések, ezekre, ez a Hari, ez az Istennek a napja, asztrológiailag az ekádási Isten napja, úgy mondják, és aki ezen napon bőtöl, és akkor kicsit többet dzsapázik, többet hallgat leckéket, többet olvas lelki témákról, akkor sokkal több eredményt kap. Igazából ez a fő jelentőség az ekádásinak. És mellette testnek is miért jó, és az érzelmeknek, és az elmének, és akkor lesz, ugye amikor van ekádasi, akkor 3-4 nap múlva lesz teli hold, vagy új hold, és ez egy kritikus pont pszichikának, és aki bőtöl ekádasiről, akkor nem lesz annyira hatás alatt teli holdnak és a új holdnak. Szóval ezek. Meg a test és méregtelenít. Szóval így. De fő dolog a lelki. Jó? Megkaptál a választ, Réka? Rendben, más? Igen, jönnek, vannak még kérdések. Előtte én hadd mondjak annyit, hogy ide a chatben bemásoltam egy linket, hogy a YouTube-on hol találhatók az ekadasi videók, meg majd elküldjük e-mailben is, hogy mindenki megkapja, aki nincs itt az is. A következő kérdés... igen, a világ 4 korszakában mi most jelenleg a globális pusztulásról milyen messze vagyunk, vagy ahhoz mennyire közel? Lehet ezt tudni? Lehet tudni. A Kali Yuga elkezdődött 5100 valamennyivel éve ezelőtt, 432 ezer évig tart. Szóval még kicsit kevesebb, mint 427 ezer év tart Kali Yuga végig. De már vége előtt már nagyon rossz lesz, szóval ott, hát mondhatom nektek éjszakára horror dolgokat.
Srimad Bhagavatam leírja, hogy Kali Yuga, amikor már teljes mértékben, mert most mi kezdődött, de már úgyis brutális, most is brutális, amikor már nem is mondom dolgokat, mik vannak, de amikor még a délbe lesz, meg egyre erősebb, akkor már most csökken az élethossz, elvileg mostani élethossz az 120 évig kell tartson, de már most is látjátok, hogy alig van, aki 100 évig kitart, mert túl sok mérgeztetés, túl sok stressz, depresszió, idegesség, ez mind-mind-mind rövidíti az életét. És csökkeni, mivel nincsen tápláló étel, hanem műanyag van, az egész használt műanyag, kínai étel van mindenhol, akkor ez testnek nem adja erőt, nem tud kifejlődni, és akkor egyre alacsonyabb lesznek az emberek Kali Yugában, vagy lesznek ilyen, nem tudom, 50 centisek. És élet le fog rövidülni 30 évre. Szóval valaki 30 éves lesz, ugye, nézzétek, most 120 évig lehet élni, és valaki 60 éves, akkor mi már, már 60 éves, ez csak a fele lenne a 120 évnek. És az már nálunk, mindjárt persze, hát nyugdíjba kell menni, 5 év múlva. Szóval ez nem jelenti, hogy ne legyen nyugdíj, mert általában a védikus rendszer 50 évtől nyugdíj. Gyakorlatilag azt tudjátok? Úgy van, hogy 25 éves korban átlagban, plusz-mínusz, de általában 25 éves korban egy család, akkor ott nevelnek a gyereket, van egy kapcsolatfér-feleség, fejlődnek lelkileg, és 25 éves kor már a gyerekek kezdenek gondoskodni. Amikor 50-es évek kb. Legalább az apjuk, anyjuk általában még lehet, hogy 40, mert jó, hogyha ilyen kis nagyobb különbség van, 5-10 év az nem probléma, de lényeg, hogy akkor már nem dolgoznak. Nem, mint most 78 éves valaki lesz miniszterelnök egy országnak. Az nem, ilyenkor nem szokott lenni. És akkor lesznek szóval 30 évesek. És ahogy mi most a 60 évesekre nézünk, úgy lesz utána a 30 évesekre, hogy fognak nézni. Ilyen idős ember, bölcs biztos. A legszörnyebbet csak egy percet mondom. A gyereket csak azért fognak megszülni, hogy megegyenek. Ez volt. Mert nem lesz mit enni. Hogyha nincsen, mert ja, Isten, ilyen még a történelmi könyvekben már nem lesz. Szótárokban már Isten szó teljesen el fog tűnni, mert totál, szóval kilátástalan lesz az élet, nem lesznek szentek, szentek nem akarnak maradni ilyen emberek között, és akkor ők fognak egymást csak rágni, konfliktusok, intelligencia nagyon tompa lesz, igen, kicsik lesznek, igen, mivel nem lesz, nem tartanak semmi vallásos elveket, ezért a klíma nagyon drasztikus lesz, és ezért nem lesz egészséges. Most mechanikusan nem, most lenne, nekünk most van lehetőség normális táplálkozásra, de Kali Yuga közepe után, végefele nem lesz lehetőség termelni jót. Mert annyira már meg lesz mérgeztetve minden, nem lesz eső, nem lesz gabona, és nem, azért nem fognak megnőni az emberek, nem lesz erejük, nem fognak intelligenciájuk, erő nem lesz, nem lesznek magasok, hosszú, rövid az élet lesz. És mivel nem lesz mit tenniük, azért gyerekeket megesznek. De mi itt vagyunk veletek, és akkor nekünk minden esőjünk van, nem nézni azt a dolgot, ami lesz. Ez nem holnap lesz, nem kell aggódni. Most van, 500 éve ezelőtt elkezdődött egy korszak, hogy azok, akik most valahogy picit képesek, akkor most mehetnek.
lelki világba, Krishna. Ezért most van ez a Hare Krishna mantra, Úr Chaitanya mantráról is beszélni fogunk. Ő jött most, hogy oké, most 10 000 évig ebbe a Kali Yugába lesz nagyon-nagyon csodálatos korszak, hogy azok, akik jámborok, és ki akarnak keveredni ebből, akkor lesz lehetőség, hogy gyakoroljanak, énekeljenek Hare Krishna mantrát is. Visszamenjenek lelki világba. Egyébként képzeljétek el, ha már beindultam egy kicsit, mindjárt befejezem, hogy még mikor csak találkoztam Krishna tudattal, én többször olvastam Bibliát, és képzeljétek el, a vége fele, most nem találnék, hogy hol, lehet, hogy köztetek valaki emlékszik erre a történetre, ott van. Persze lehet, hogy nem minden Biblia kiadásban van, nem minden fordításban. Én, ami nekem volt, ott azt olvastam, és ez magyar Biblia, Magyarországon már volt, hogy kettő angyal megunta, hogy emberek nem fordulnak Istenhez, és csak bűnbe estek, csak élveznek, Szodom, Gomorra, csak vétkeznek, bűnöznek, nem életkorlátlan, mámorítószerek, minden korlátlan, és mondtak, hát ezek nem akarnak Istenhez menni, akkor el kell pusztítsunk világot, és akkor ez a két angyal fogta, és elkezdte rázni a világot, hogy elpusztítsanak a mindent, mindenki. És tovább írja a Biblia, jön, hozzájuk, megközelítette egy másik angyal, és megkérdezte, mit csináltak, és ők mondták, hát nézd, őket már annyira le vannak eresztve emberek a földön, hogy Istent nem érdekel. Akkor mondta nekik akkor ez az angyal, hogy jó, én mondja, és hogyha van közöttük valaki, aki mégis visszamenne. Azt mondta nekik, hogy menjek be most a világba, bemegyek, megkeresem azokat, akik akarnak visszamenni, és utána kimegyek, azután már csinálhatjátok, amit szeretnétek, el lehet pusztítani. Akkor mondták az angyalok, jó, oké, menjünk, mert tényleg lehet, hogy vannak, akik tényleg keresnek megoldás, kiútat. De kérdezték tőle, jó, de hogyan, amikor te elmész, hogyan tudunk, amikor pusztítjunk a világot, megkülönböztetni őket a többiektől, hogy ne pusztítsunk el őket. És akkor az az angyal azt mondta, hát én megjelölöm a homlokukat, és a homlokon a jelek alapján fogtok tudni ezt megkülönböztetni. Ezt olvastam a Bibliában. Pont akkor már ismertem a Srila Prabhupádról, hogy Srila Prabhupád ő lelki világból jött ezt a missziót megcsinálni, hogy adni lehetőséget, aki akarja, énekelni Hare Krishna mantrát, gyakorolni bhakti jogát, és visszamenni lelki világba. Majd nem, sajnos nem emlékszem, hogy pont melyik részén. Oké. Más nektek esetleg? Igen, jöttek még kérdések, hogy az idővel kapcsolatban, hogy a kála, mint idő, az órákban miért időt jelenti, vagy ez egy másfajta idő? Ez a mi időnk is. Úgy működik az idő, hogy különböző bolygókon különböző képen megy az idő. Nálunk egyféleképpen, például van a felső bolygórendszer, mi a Föld bolygórendszeren vagyunk, ez a középső bolygórendszer, és akkor ott egy nap, nálunk 6 hónap. Így működnek az idő folyás, folyam, de ugyanaz az idő. Igen. És ciklikus, az fontos, hogy ciklikus. Még hogy a Kali Yugának vége, elpusztul a világ, de utána újra lesz folytatás. Oké, következő. A
Az anyagi világban mit jelent a szeretet? Hogyan valósítható meg? Hát ez egy nehéz dolog. Könnyű róla beszélni, hogy mit jelent. Például lehet mondani, hogy szeretet anyagi világban. Ez igazából Srila Prabhupát, hogyha mi fogjunk a Srila Prabhupát szavait, ő azt mondja, hogy a szeretet az csak Isten iránt létezik, mert aki Istent szeret, akkor na, az az ember képes szeretni igazán. Hogyha ez egy feleség, akkor a férjét képes szeretni, akkor képes szeretni a férje feleségét, a gyereket, és a szeretet azt jelenti, hogy minden neked, semmi nekem. És ezért a védák és a szentek, az acsárják, amikor beszélnek lelki szeretettől, akkor a hasonlítás képen szokták hozni példának anya és a gyerek szeretetét. Az például, hogyha magyaráznak a szentek, hogyha mi megkérdezünk egy feleséget, miért szeretsz férjed? Hát mert okos, jó pozíciójú van, jó keres, van autó, van jó ház, mindig van mit, miért szeretni. A férjét megkérdezi, miért szeretsz feleségedet? Hát finoman főz, nagyon szép. És mindig tiszta van a házban, és akkor ő mindig elmondja, hogy miért szeret. De ha anyukát, aki anyukának megszületett egy csecsemő, aki éjszakánként nem lehet aludni, 3 óránként kell szoptatni, pelenkákat kell, most már szerintem nem is létezik ez a szó, hogy pelenka, én mindig ezt mondom, ez a szó pampers, nekem furcsa, jó, praktikusabb lehet, ezt nem tudom, de lényeg, hogy semmit nem kap a gyerektől, semmit. Nem, amikor meg eteti, kicsit megfürdeti, felöltözteti, megsimogatja, megpuszilgatja, a gyerek még köszönöm se fog mondani. Semmit. És ezért, hogyha anyukát megkérdezünk, te miért szeretsz a gyerekedet? Ő nem tud válaszolni. Nincs ok. Szóval igazi szeretetnek nincs ok. Ő a gyerektől csak felfájásot kap. Egyfajtából felfájás. Hogyha gyerek sír éjszaka, akkor stresszben van az anyukája, kész van, nem tudja most mi lesz. Hogy fogja a kezébe, és akkor bepisél, bekakil rá, vagy kicsit szokott kibőfögni, vagy kicsit hányni. És ettől nem csökken a szeretet. Szóval valahogy, és ez az anyagi világban, ez egy legtisztább szeretet, mert nincs ok, nincs motiváció, és még mindig a lelki az még magasabb, még tisztább ennél. És közben boldogtalan az anyuka, aki szereti a gyereket? Nem. Végtelen boldog. Végtelen. Ugyanúgy, amikor valaki tud szeretni, az nagyon boldog. Nem attól, hogy én mit kapok tőle. No, már 3 napig nem mondtál nekem kedves szavakat. Hát a kisgyerek sosem mondja kedves szavakat. Anyuka csak szereti. És szereti, és szereti. És nagyon boldog, végtelen. És szívesen csinálja. Nem mondja, amikor kell szoptatni, na meddig még kell ezt csinálni. Hanem ezt, amikor szoptat, akkor nagyon boldog. Hát így tudok mondani egy kicsit pár szót röviden a szeretetről. Sok előadásban mondtam, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert anyukámtól ezt átéltem, amit beszélek, mert nekem mesélte, mikor nagyobb voltam, hogy ő hogyan élte meg, amikor én jó voltam, vagy rossz, mikor pici voltam, hogy szerette, hogy amikor bölcsödebe kellett adni, ő mindig mesélte, hogy ők milyen, hogyan kész volt, hogy mert Szovjetunióban dolgozni kellett. És muszáj volt, és a cipőgyárban dolgozott elején, utána már egy ilyen élelmiszerboltban,
és három, ez a, hogy hívják, műszakba, és kész volt. És mindig a cumimat nem engedték nekem a bölcsödébe, és kellett ilyen kis zsinóra eldugni a cumit, hogy legyen, és ezen mindig aggódott, hogy legyen. Szóval nem tudta, sírt mindig, hogy mi van velem ott. Utána mesélte, amikor nagy voltam, ilyen már óvodás, ez már nagy, hogy amikor rossz voltam, akkor azt mondta, az a szeretetet, az csak fokozta. Hát igen. Akkor legjobban. Mondta, amikor hisztisztél és toporzékultál, más valamit akarok, azt mondta, úgy megolvad a szívem, persze én mindig szigorú voltam kívül, de belül csak akartam átülelni és szitpuszilni az arcodat. Ja. Ez a szeretet. Oké, más? Igen. Következő kérdés. Margit kérdezi. Imákat hol tudjuk gyakorolni, mivel szanszkrit nyelven van? A kiejtés gyakorlása miatt. Aha. Kiejtés, amit hogy együtt, vagy halljunk valamikor leckét, ha nézünk, valaki beszél, leckét, lila sukadász, Gélesuk a Prabó, majd ez is megtanítom, hogy kell nevezni baktákat. Lehet, hogy most elmondom, de utána majd egy kicsit ilyen kis etikett szokásokat. Amikor mi mondjuk bemutatkoz valaki, egy bakta, mondja Kurusesta, ő írja magáról, hogy mondja, én Kurusesta Dász. A Dász azt jelenti egy szolga. De amikor én hozzá fordulok, akkor mondom neki, hogy Kurusesta Prabó, mert ő nem szolga. Én vagyok az ő szolgája, azért ő nekem az uram, a Prabhu. És akkor így ugyanúgy lila suka Prabhu. Így szoktunk mondani, nem mondjuk, hogy ő a Dász, de amikor bemutatkozás, vagy tévében, vagy interneten így kiírjuk, akkor így kell írni, hogy Dász, de amúgy Prabhu. És a mantrákat akkor lehet tőlük hallani, de nem kell aggódni, mert mi ebben a Kali Yugában amúgy sem fogunk tudni kiejteni tisztán, mert nekünk mi nagyon zavarodottak vagyunk. Megszoktunk, nem érzünk, de mi nem tudjunk kimondani sose szanszkritot úgy, hogy működjen rendesen. Nincsen ez a se tisztaságunk, se képességünk. Viszont Isten ebbe korszban nem ezt nézi, hogyan mi mondjunk ki. Törekedni kell persze, nem így, nem halandzsázunk, amennyire képesek kimondjunk, de nem kell, hogy ebből áll a lelkéletnek a 99%-a, hogy kell kiejteni a mantrákat. Krisna nézi a szívünket, hogyha mi hogyan őszintén törekszünk. És igen, ő látja, igen, hogy törekszünk kimondani Hare Krisna mantrát, mert tudjátok, vannak, akik R betűt nem tudnak kimondani, a karma miatt itt születtek, vagy S betűt. Törekszenek ők, és jobban tisztán kimondani, de Krisna látja a szándékot. Szóval ez a fontos. Jó? Ezt ne halandzsázunk, de ne aggódjunk, hogy nem fog meggyulladni a tűz, mert tudjátok, régen a mantrákkal tüzet gyűjtötték, meg minden. Nekünk ez nem fog menni. Nem baj. De hogyha mi törekszünk, ez vonza Istent. Az a legjobb dolog. Jó, más? Igen, a következő Éva kérdése, hogy ilyen rémséges Kali Yuga után érkezik el az aranykor? Ilyen? Rémséges Kali Yuga után. Igen, igen. Igen, mert nunázva lesz, utána mindenki meghal. Lelkek nem halnak meg, tudjuk, mert már annyira zsákutcába kerülnek, csak azok maradnak. Na úgy van, hogy tudjátok, sok lélek van, sok karmával, sok vágya. És amikor van első korszak, a Szátya Yuga, akkor a nagyon magas létsz standard a lelkek számára, hogy milyen tudattal kell rendelkezni, milyen tulajdonságokkal, hogy megkaphassál emberi testet. És ezért ott akkor sokkal kevesebb ember van legelején,
mert csak azok vannak, akik csak meditálni akarnak, csak szentek, és akkor nekik a korszaka, akkor van lehetőség, hogy ne azok, akik ilyen aljas lelkek, nem tudnak emberi testbe születni, és nem tudnak őket zavarni. Mindig van egy-kettő, van ilyen elrendezések, és a Kali Yugában megfordul, mert vannak olyanok, akik aljás vágyukat akarnak teljesíteni. És Isten lenne igazságtalan, hogyha nekik nem adna lehetőséget. Hát ő mondja, én mindenkinek vágyat teljesítem. De a szenteknek Satya Yugában, első korszakban a legbrutális materialista őrült vágyukkal, nem tudom, már teljesen kész lelkeknek, aki emberi testbe akarnak teljesen őrületet csinálni, nem állati, akkor neki Kali Yugában megkapnak lehetőséget. Utána majd úgyis puf, lekapcsolják, és újra kezdődik. És akkor folytatnak. Lelkek utána, következő teremtéskor folytatja, ahol tartott, akkor oda megy, valaki megy emberbe, valaki állat, valaki növény, és akkor így megy. A lelkek addig forognak, ameddig nem jönnek rá, hogy hoppa, itt valami nem stimmel itt. Tényleg csak ebből áll a világ, hogy megszületem, dolgoztam és meghaltam. Fú, akkor ez nagyon rossz. És akkor ő akkor keres, és akkor megtalálja lelki témákat, na akkor vége lesz a körforgásnak, mert akkor elkezd gyakorolni lelki életet, megérti, hogy ez nem az én otthonom, nem az eredeti helyem, hanem a lelki világ, a szeretet, Isten irányi szeretet. Ez az én a célom kell, hogy legyen, és akkor vége ennek a végtelen forgásnak. Mert több százmillió születésen mennek át a lelkek sokan. Jó, utána? Következő kérdés, Gabriellától érkezett. Említetted a felső lelket. Mondanál egy pár szót a felső lélekről és az egyéni lélekről? Erről lesz nekünk téma, de előzetesen persze elmondom. Próbálok röviden. Mert felső lélek, szóval van Isten. Ő felső lélek, de ott még arról fogok beszélni, hogy pont most ki az Isten? Mert annyi sokat lehet hallani, hogy most Shiva, most hol van a Shiva, mi van ott, mik valakikkel, hogy annyi sok variáció van, ezt meg fogunk veletek tisztázni. De lényeg, hogy Isten, ő egy Istenség legfelsőbb személyisége, ő egy lelki, öröki lény, leghatalmasabb, mindennek az eredete, minden oknak az oka, és ugyanakkor neki van egy aspektusa, mert ő ki tud végtelenségbe magát kiterjeszteni, és van egy aspektusa neki, ami úgy hívják, hogy felső lélekként, vagy szanszkritul paramatma, ahol ő kiterjed mindenhol a világban, például minden embernek a szívébe van a lélek. Mi vagyunk, mint lelkek, és a felső lélek is itt van. Ő mint egy tanú. Ő figyel, miket csinálunk, és engedi. Persze karmát figyelembe vesz, a vágyainkat engedi teljesíteni, adja rá szankciót, ez azt jelenti, adja rá lehetőségeket, hogy a vágyaink teljesülnek. Másképp az nem úgy van, hogy ember dolgozik, és elmegy, és megvesz, és teljesült a vágya. Az külsőleg így néz ki, de hogyha nem egyezik be paramátma, akkor lehet annyi dolgozni, amennyi csak bírunk, sose semmi nem fog teljesülni. Szóval ő teljesíti a vágyokat, ő egy tanú, és ő még próbál jó tanácsokat adni. Azok a jámbor emberek, akik őszintik, ők sokszor hallanak a lelkiismeretet. Hú, hát ezt nem kellett így csinálni, vagy lehet, hogy oda nem menj, ez abból csak baj lesz,
inkább tisztességes legyi. Szóval van belül nekünk egy ilyen sugulat, amit nem halljuk egy hangot, de mintha valahogy valahonnan jön egy ilyen dolog, hogy nem kell csinálni, nem menj el, vagy fú, ez nem kellett, ez a lelkiismeret. Na ez felső lélek próbál minket jó útra téríteni. A bűnös embereknek már nem szól, mert se hallják, se akarják hallani. Ez a felső lélek Istennek egyik aspektusa, ami itt van velünk. Egy rövid. Oké, más? A következő, Lara kérdezi, amikor a Kali-júga véget ér, elpusztul mind a három bolygó rendszer, tehát a földi, a felső és az alsó szintűek is? Nem mindig. Valamikor csak valamikor egy bolygó megmaradt az univerzumban csak, valamikor az egész univerzum, összes univerzum elpusztul, nem különböző módok. Azért például, amikor van csak özönvíz. Valamikor ez van, ezért találnak itt több milliárdos leleteket, hogyha jó tudom ezt így mondani, a archeológusok, őket hogy hívják magyarul? A régészetek? Régész. Igen. Találnak ilyen érdekes dolgokat, ami előző korszakokból vannak. Nem ebből a négy korszak belül, nem ebből a szatyú, hanem még az előző Kali-jugából akár lehet. Vagy az előző szatyú-jugából. Mert csak a vízözön van, és akkor utána elmegy, és a földben megmaradnak a dolgok, amik múlt korszakokról, múlt ciklusról, mert mondjuk ez egy ciklus, múlt ciklusból maradványok. Szóval van így, de van, amikor teljes pusztulás és nulláról van gyártva az univerzum. Oké? Elfogytak a kérdések. Jó, és mindjárt lesz 8:30. Rendben, köszönöm szépen. Közben egyszer megint meg felvétel is megszakadt, utána újraindítottam. Összerakom most kettő felvételt, felrakom, hogyha majd kell nektek is, YouTube-on, Facebookon lehet találni. Akkor még egyszer köszönöm szépen, nagyon örültem, hogy találkoztam, mindig nagyon boldog vagyok, mikor veletek találkozunk a Zoom keresztül. Sajnos akkor jövő héten nem tudjunk, de akkor ajánlom megnézni Sivaram Szvaminak a műsorát. És akkor utána találkozunk, meg a Zoomon, én meg Krisnavőtben. És mindenkinek további szép estét kívánok. Sose adjunk fel, mindig menjünk a lelki úton, kutassunk, keresünk, és gyakoroljunk. Nagyon fontos. A mantra, Hare Krishna mantra, az a legfontosabb, ami csak lehet. Annyit dzsapázunk. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.